Hát sziasztok, erős paprika kihívásra hívtalak ki titeket. Hát meg a mai napról szeretnék nektek beszélni. Hát tudjátok, hogy mondtam nektek, hogy járok melózgatni, dolgozgatni. Hát most jöttem haza egyedül, meg ilyen haverokkal jöttünk hazafele. Máma csináltunk olyanokat, képzeljétek el, hogy ilyen paradicsompalántákat ültettünk elfele, és ahogy elültettük a paradicsompalántákat, tudjátok, hogy vannak ilyen kis kocka alakban vannak azok a kis paradicsompalánták, azok már ilyen nagyba voltak, nekünk úgy hozták ki, és ahogy kihozták nekünk úgy, és úgy kellett elültetni szépen sorjába, és akkor egyet kóstoljunk meg, lássátok, hogy nem hazudok, és akkor ahogy ültettük el fel, beszélgettünk közben, akkor ahogy a munkahelyen tudjátok, hogy szokás, akkor olyanokat csináltunk, amikor vége volt a munkának, akkor elmentünk egy ilyen kis, hogy mondjában, ahol lehet venni ilyen kólát, ilyen bódba, bementünk, elbeszélgettünk, elhülyéskedtünk, meg akkor beszélgettünk is közben, és akkor kérdezték tőlem, hogy miket szoktam otthon csinálni, akkor, hogy hogy telnek a napok, meg ilyenek. Ezt elkezdtem sorolgatni nekik, hogy ott telnek a napok, szoktam videózgatni, akkor szoktam ilyen havarok közt ilyen csinálni ilyen dolgokat, hogy hülyéskedjünk, bózkodjunk, meg ilyenek. És akkor, akkor még ezt is megesszük. És akkor, ugye, hogy szoktunk hülyéskedni, akkor elhülyéskedjük a dolgokat, meg ilyen. Hát már ásóztunk is, akkor utána, ahogy elültettük a paradicsompalántát. És ugye el lett ültetve ugye a paradicsompalánta, azt hogy mondjam nektek. Hát arra ottan kellett vigyázni valakinek, az egyik munkatársnak, hogy nagy véletlenül rálépjenek, meg nagy összerombolják. És ahogy ment az emberke, ugye találkozott egy másik ürgével, és az az ürge már tudta, hogy hova voltak leültetve a paradicsompaláták, meg még más egyéb ilyen dolgok, ilyenek, hogy sárga lépák, meg ilyenek. És akkor az ember fogta volna, és akkor szépen szedegette volna a táskába bele. Oda ment a csávó, a másik, akinek volt a kutyája, és a kutyájával együtt oda mentek a csávóhoz, és mondta, hogy mert ugye ilyen biztonsági őr volt, akit beszélek nektek, és ő mondta is neki, ha a csávónak, mondta neki, hogy te mit csinálsz az éve paradicsompalántákkal, meg énekkel, meg a sárgarépákkal, miért húzogálod ki a földből, azt mondja, ez nem a tég. Elkezdtek ottan vitatkozni, hogy mit tudom én, miket csináltak még ottan, azt utána egyszer azt vesszük észre, hogy az ember fogja, és hogy volt a igen, a sárgarépának a vége, az a zöld, tudjátok, azt fogta és ette megfele úgy magába, az a bolond ember, mert már nem tudta hova pakolni. Ezt kérdezik tőle, hogy miért eszi meg, mert azt mondja, nem tudja hova rakni. Na mindegy, ezt abba hagyjuk. És akkor mondtuk neki a paprikát is. A paprikát miért nem izéled el, miért nem veszed el, meg ilyenek. Azt mondja, már az nem jó neki, mert az erős, meg ilyenek. Azt mondták neki, hogy épp az, hogy az a jó, hogy erős, mert ebben vannak a sok vitaminok a paprikában. Ugye? És azok véget nem akarta elvinni, meg ilyenek. Mindig is hagyjuk. És hát
ahogy beszélt, ilyen hülyeségeket, ott röhögcségtünk rajta, kiröhögtük, kigúnyoltuk. Bár az az ember olyanokat csinált, hogy voltunk ott, mondom, többeken voltunk ott, nem csak én voltam ott egyedül, többeken. Hát olyanokat csinált, hogy befingott, befosott, beszállt előttünk, akkor behúgyozott, ilyeneket. Épp az, hogy ekkor nem volt nálunk vagy nálam a kamera, hogy fel tudtuk volna menni legalább, azt akkor tik is megláttátok volna. Ha mindig majd legközelebb, hogyha lesz ilyen baleset, meg érek. És akkor hát ezek az emberek olyanok, hogy tudjátok, hogy mondjam már nektek, hogy megértsétek, hogy nem akarok hülyeséget beszélni. Hát, hogy vannak ilyen hülye emberek, akik ilyen dolgokat csinálnak, hogy rámennek a másiknak a földjére, és a földjéről lelokkodják a terméseket, meg éreket, és akkor hazaviszik maguknak, ők abból élnek, mert gondolom én, hogy lehet, hogy abból élnek, szerintem lehet, hogy ilyen hülye, bolond emberek vannak a világon, és akkor hát, hogy azok is ilyen hülyeségeket csinálnak, meg ilyenek. Csak én ezt nem értem meg ezekben az ilyen emberekben, hogy akkor nagyon nem állnak el dolgozni, belózgatni, mint ahogy lássátok, hogy vagyis mondom is nektek, hogy járok dolgozni, meg ilyenek. És akkor neki is így kéne szépen fel kellene reggel 6-kor, mert hogy tudom én mikor, és akkor úgy elindulna dolgozni, és akkor volna már egy kis pénze, akkor már utána járogat tovább dolgozni, meg ilyenek. És akkor már jobb volna neki, és akkor nem volna már szegény. Mert ugye valahol el kell kezdeni, hogy ne legyen egyedül, ne legyen, hogy mondják, ilyen. Hát ilyen társaságban legyen, akkor is akkor nem lesz így egyedül, és akkor tud dolgozni meg ilyenek, és akkor már lesz pénze, akkor fog tudni venni magának ennivalót, fel tud öltözködni normálisan, meg ilyenek. És akkor, hogy mondjam már most a többit, hogy ezek az emberek, akik ilyenek vannak, ilyen, nem tudom, hogy hívják, ilyen utcai csavargók, és akkor hát ezekkel én nem nagyon csipázom őket, mert ugye a másik emberekről lenézők, ők nézik le a másik embereket, akik normálisan bírnának viselkedni. És ezek az emberek olyanok, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, belekötnek az emberekbe, meg ilyenek. És akkor hát némelyiket, mert a kivétel a vannak kivételek, akik normálisan tudnak viselkedni, meg ilyenek. Csak sajnos azokból is nagyon, hogy mondjam már nektek, hogy még a nyálam is elcseppen, hogy vannak ilyen hülye emberek, és akkor lehúzzák a másikakat, a másik az ők szintjükre, és akkor nem hagyják azt az embert, aki okosabb nála, hogy értelmesebb legyen. Hát sajnos, hogy múltkori videóba, vagy nem a videóba, hanem az egyik embert néztem, igen, videóba, és akkor néztem az egyik embert, az is úgy kezdte a videózást, hogy ő is ilyen hajléktalan emberke volt, az nem, már nem jut eszembe a neve, hogy hogy hívják, és akkor az is ki volt öltözve, fel volt öltözve szépen, ilyen öltönyben volt, akkor ilyen. És elég ilyen okosságokat mondott, meg elég szépen is tudott beszélni, meg hát nem, ki volt öltözve szépen, meg mondom. És akkor így felfigyeltek rá, akkor már jobban tudtak vele beszélgetni, meg ilyenek. És akkor ő is egyre jobban nyírt kifele, és akkor már utána már ő is már bátrabb lett, erősebb lett, és akkor már így feltört. És azok az emberek, ilyenekre mondom azt,
Ja, az az ember ilyen mérnök, vagy nem tudom, hogy milyen munkája volt neki, csak ugye elvesztette, mert a sokat ivott, és akkor tudjátok, hogy iszik belemerül, megkóstolja egyszer, nem kell neki még több, még több, még több, és akkor így elveszítette a házát, elveszítette a kocsiját, elveszített minden, és akkor így ment lefele szépen a dolog. Ez a paprika olyan jó íze van, így, magába, hogy már nem bírom, már nem is tudom, már a hanyadiknál, já, már ennyinél tartok, hogy már de se tudom, hogy milyen. Ja, meg én akarnák most nektek erről beszélni. Ezt úgy képzeljétek el, ezt az erős paprikát, hogy próbáljátok ki, hogy nekem van egy olyan, ezt nem tudom, hogy minek hívják, akik nem érzik az ízeket. Tudom, milyen betegség ez, vagy minek mondják. Bármennyit ebből, meg bármilyen erősből megbírok enni rengeteget. Nagyon sokat megbírok enni belőle, és hogy mondjam nektek. Csak én át tudom alakítani az ízt, mondjuk van ez az erős paprika, és lássátok, hogy én megeszem a szárával is együtt, pedig más ember, aki normális belekóstol, annak csíp. És hogy mondjam nektek, hogy én ezt az ízt át tudom úgy alakítani, hogy mondjuk például, mondjuk mire? Mondjuk egy cukorra átalakítom, belül itt fejbe átalakítom, hogy ez cukor, és akkor úgy eszem meg ezt, de ezt majd próbáljátok ki majd, hogy egyszer bekaptok egy erős paprikát, nem kell teljesen, csak egy végéből lecsippantottok egy kicsit, és akkor nagyon, nagyon erősen koncentráljatok elsőbb rá erre, paprikára, és akkor rákoncentráltok a paprikára, és akkor ezt fogjátok érezni a szátokba, hogy ez mondjuk például édes legyen. Akkor ennek úgy is kell lenni, hogy édes legyen, nem az, hogy erős, meg ilyenek. És akkor nézzétek meg, lássátok, hogy így van a paprika, meg is mutatom nektek, és akkor figyeljétek meg, hogy rendesen bekapom, lássátok, itt már kicsit már le is haraptam belőle, és akkor figyeljétek meg, hogy én nem kitalálom, meg nem össze-vissza, hanem ezt nézzétek meg. És akkor még itt van a következő is. Ezt is úgy csináljátok, hogy mondom nektek, hogy alakítsátok át. Koncentráljatok egy bizonyos pontjára, hogy megmondjátok magatokba, hogy ez cukor, ez cukor, ez cukor, ez cukor, ez cukor, és akkor, hogy mondjátok mindig magatokba, hogy ez cukor, és akkor próbáljátok a szátokhoz venni, megmutatom nektek, hogy gondolom nektek, itt van a kis vége, és akkor ebből elsőnek ti próbáljátok leharapni ennyi. Ennyit leharaptok, és akkor mondjátok a szátokba, hogy ez nem édes, 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 és akkor az át fog alakulni nektek édessé, ha olyan erős a koncentrációtok, és akkor erősebben rá tudtok koncentrálni. Én akkor megmutatom nektek, hogy ezt az egészet bekapom egybe nektek, és akkor megeszem így egybe. De ez, elmondanám nektek, ez a vége, lássátok itt ez. Ez nagyon erős amúgy, ez nem kitaláció, meg nem kanyó az egész, hanem ez rendes erős paprikáról van szó. Tudjátok, ez a kutyafasz a paprikáról van szó, és akkor ezek ilyen fajta erősek. És akkor beszélgessünk tovább, és akkor, hogy ez mondjam neked, hát telik nekem a napok, akkor a múltak is, és akkor olyan helyzetbe került ez az illető, az a csáva, akit mondtam nektek, hogy ez az emberke olyanokat csinált, hogy mondom, hogy beszart, behúgyozott, befosott, ilyenem.
És ez az embertől álma, volt állandóan, akkor olyanokat csináltam, felkérte a hiteleket, ilyen, hogy tudjon inni. Tudjátok, hogy milyen az ember, amikor már belemerül, meg mondjuk van egy ember, mondjuk az berúg, és azt akkor neki még több, még több, még több, még több, és akkor utána csak ez megy el neki a pénzem, vagy ilyenek. És az az ember, ahogy mondtuk neki, hogy fejezze be, mert nem lesz jó vége, meg ilyenek, az az ember, úgy képzeljétek el, hogy azt letartóztatták, mert olyan hülyeségeket csinált, hogy, hogy soroltam is nektek, szegény ember, mert elvileg amúgy nem volt ő buta ember, mert ő normális volt első képen, és olyan volt, hogy mit mondjak nektek. Hát egy értelmes ember volt, mondom, mérnök volt, akkor értett több dolgokhoz, meg ilyen ács is volt egyben, meg ilyenek. És akkor hát ugye az ital tönkre, szó szerint tönkre vágta maga az egész embert. De olyan napi szintre vágta tönkre, majd legközelebb, hogyha megyek arrafele, majd akkor viszem a telót, és akkor majd bemutassuk, vagyis majd bemutatom nektek majd azt az illetőt. És akkor hát az mondom, a napi szinten süllyedt lefele teljesen, és akkor hát az az ember olyan volt, hogy hülyeségeket csinálta, rabolt, betört ilyen kisebb házakba, mondjuk például kivitt egy színes tévét, akkor eladta, hogy tudjon inni, meg ilyenek, és akkor neki ebből összegyűltek ilyen balhék, akkor verekedések, meg ilyenek, és akkor hát ez ilyen szintre lesüllyedt az ember. Hát akkor utána még egy kicsit még beszélek magamról, hogy mai napon hogy telt el. Hát máma mondjuk, hogy jó volt, elment, ugye ahogy dolgoztam is, most jöttem haza nem is olyan rég, akkor kétszer majdnem eláztunk, mert ugye ahogy itten esett az eső, szakadt az eső. És akkor írjatok, lájkoljatok, és akkor sziasztok!